Üdvözlöm a közönségünket, mindazokat a nézőket és hallgatókat, akik a Reménység Televízió magyar adásait alkalomról alkalomra követik. Örülök, hogy a mai alkalommal is együtt tölthetünk egy órát, egy szűk órát, és örömmel mondom el azt, hogy ma egy egészségügyi témában lesz részünk, amelynek a meghívottja Szilágyi Karola, dietetikus és táplálkozási szakértő. Köszöntelek, Karola, a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a mai beszélgetésre, és nagyon várom, hogy feltárjuk a témát a gyermekek és a kamaszok étkezéséről. Köszöntelek én is téged, és a kedves nézőket is, és nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma veled. Köszönöm szépen a meghívást. Több dietetikus járt már itt a stúdióban, és táplálkozási szakértő, de a stúdió felvételeken kívül is személyes beszélgetésekben többször előfordult a táplálkozás és a táplálkozási szokások, amelyek a gyerekeket illetik, a serdülőket. És úgy látszik, hogy ez a téma egy eléggé aktuális téma, és hasznos téma a szülők számára, illetve több tanácsot lehetne megfogalmazni nekik ilyen téren. Nemrégiben volt is egy beszélgetésem konkrétan egy dietetikussal ebben a témában, vele a gyermekkori túlsúlyról beszéltünk, és ő magyarázta el konkrétabban, hogy mi számít gyermekkorban már túlsúlynak, hogyan nyilvánul ez meg, hogyan alakul ki. Viszont ma is hasonló tematikákról fogunk beszélni, mert akkor nem sikerült kimeríteni ezt a témát. Még mindig van mit elmondani, még mindig vannak tanácsok, amiket szívesen hallgatunk ebben a témában, és örülök, hogy ma itt vagy, hogy segíts nekünk ebben. Nagyjából azt a nagy kérdéskört fogjuk végigjárni, hogy miért fontos jobban odafigyelni a gyermekkori, illetve a serdülőkori étkezésre, és ezzel a kérdéssel is indítom a beszélgetésünket. Tehát miért fontos már gyermekkorban odafigyelni, akár a szülőnek, akár a gyermeknek az étkezésre és az étkezési szokásokra? Hát elsősorban gyermekkorban alapozódik meg az egészség magatartás, ilyenkor alakul ki a gyermekek ízvilága, amilyen a főzési szokás, az ízvilág otthon, azt fogják keresni és követni egész felnőtt korukban. Tehát például, hogyha otthon fűszeresen, sósan, zsírosan főzünk, akkor valószínűleg, hogy azt az ízvilágot fogja a gyermekünk követni majd felnőtt korában is. Ilyenkor alapozódik meg, ilyenkor alakul ki az étkezés ritmusa. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy egyszer egy nap a család összeüljön étkezni, és együtt fogyasszák el az ételt, mivel ilyenkor megmutathatjuk a gyermekünknek, hogy azt az ételt nem 3 másodperc alatt csak lenyomjuk a torkunkon, hanem megadjuk a módját, jól megrágjuk az ételt, és jó körülmények között, jó hangulatban, esetleg szocializálódva is elfogyasszuk azt a táplálékot. A szülő példakép a gyermek számára, amit és ahogyan csinál, azt fogja a gyermeke követni. Az lesz neki az alap, a viszonyítási alap, az lesz neki a normális, a standard. Tehát, hogyha a szülő úgymond egészségesen táplálkozik, akkor valószínűleg, hogy nagyon nagy eséllyel a gyermek is hasonlóképpen fog tenni a felnőtt korában is. Emellett még ugye nagyon fontos, hogy ebben a korszakban, a gyermekkorban és a kamaszkorban történik meg a fejlődés. Beszélek úgy mentális, mint fizikális, hormonális fejlődésről. Ezért a szervezetünknek meg kell kapnia az összes makronutrienst és mikronutrienst ahhoz, hogy egészségesen tudjon fejlődni. Ugye nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről beszéljünk, hisz
Romániában a túlsúlyos és az elhízott gyermekek száma fokozatosan nő. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor 4 gyermekből egy túlsúlyos vagy kövér. Hogyha egy kutatást nézünk, akkor az általános iskolás gyermekek közül 3 gyermekből egy túlsúlyos vagy kövér, ami abszolút növekvő tendenciát mutat, sajnos. Ahogyha megnézzük a fiatalok táplálkozását, akkor nagyon jellemző a rendszertelen táplálkozás, a hiperkalórikus táplálkozás, zsírban, és itt gondolok a telített és tranzsírsavakban gazdag étkezés, a péksütemények napi szinten jelen vannak az étkezésükben, a cukros, a édességek, üdítőitalok, a nagyon feldolgozott, ultrafeldolgozott ételek fogyasztása. A szülőknek nagyon sok esetben már nincs idejük arra, hogy a megfelelő táplálékot csomagoljanak a gyermeküknek, vagy készítsenek a levest másodikat. Sajnos nagyon sok a gyermek étkezésében látom azt, hogy egyáltalán nem szerepel a leves. És a főtételek is a laskánál és pizzánál leredukálódnak. Tehát sajnos nagyon nagy problémákkal találkozunk a gyermekek esetén. És hogyha már most így táplálkoznak, akkor mi lesz felnőtt korban? Ahogy mondtad, ugyanezeket a szokásokat viszik tovább, sőt, lehet még romlanak is közben, még felvesznek más romboló hatású szokásokat is. Viszont amikor a gyermekekről beszélünk, akkor hány éves korú gyerekekre kell gondolni ebben a kontextusban, a mai témáknak a kontextusában? Említettük a serdülőket, őket azért be tudjuk azonosítani, de említetted azt is, hogy a gyerekeket meg kell tanítani, hogy milyen ízvilágok találkozhatnak, és ezeket az ízvilágokat is a szülőkkel adja, a szülő adja az irányt, a szülő tud segíteni abban, hogy az egészséges ételeknek az ízvilágát szeressék a gyerekek, de ez gondolom, hogy már csecsemőkorban történik meg, vagy kisbabakorban. Természetesen. Ebben a kontextusban a mai beszélgetés alapján a gyermekekről, tehát 3 évtől egészen 10-11 éves korig, és a serdülőkről 10-11 éves kortól egészen 16-18 éves korig beszélünk. Lehet, hogy akkor jó lenne így megfogalmazzuk mindig, amikor a tanácsokat, amikor gyerekeknek szólnak, akkor azok legfőbbképpen a szülőknek szólnak, és amikor a serdülőkről, az a serdülőknek és szülőknek is, ebben a korosztályban már a szülők gondolom, hogy nehezebben tudják kontrollálni a gyermekeiknek az étkezési szokásait. Iskolába járva már nem biztos, hogy látnak mindent, említetted a péksüteményeket, lehet, hogy szünetben kimennek, és különböző ételeket, meg nasolnivalókat vásárolnak maguknak, úgyhogy azok a tanácsok, amik a serdülők irányába szólnak, azok szólhatnak nekik is, és a szülőknek is. Miért tartod így a statisztikán kívül fontosnak azt, hogy erről a témáról beszéljünk ma? Hát, ugye, amit említettem, azért, mert nagyon nagy az elhízottak száma, és sajnos nagyon sok szülő nem tudja ezt kezelni, hogy miképpen is kell elinduljunk afelé, hogy változtassunk életmódot a gyermekeknél, hogyan is érhetik el a normál testsúlyt, anélkül, hogy bármiféle hiányállapot alakuljon ki. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben, amikor nem tudják a választ rá, érdemes szakemberhez fordulni emiatt. Gondolod, hogy van összeköttetése? Gondolom, hogy igen, lesz a válasz a kérdésre, de ha meg tudnád magyarázni konkrétabban, hogy van összeköttetése a táplálkozásnak azzal is, hogy egészségügyileg milyenek lesznek azok a gyerekek akkor, amikor felnőnek, hogyha folytatják az egészségtelen étkezési szokásukat? Természetesen igen, tehát nagyban meghatározza azt, hogy hogyan étkezünk most, hogy
hogy milyen lesz az egészségi állapotunk a jövőben. Ezért is mindig mondom, hogy sokkal könnyebb valamit megelőzni, mint aztán kezelni. És melyek azok a betegségek, amelyek előfordulhatnak gyakrabban, amikor nem táplálkozunk egészségesen, és már gyerekkortól nem sikerül olyan ételeket enni, amelyek fenntartják az egészségünket? Abszolút minden betegséggel összeköthető a táplálkozás, mert ugye minden betegségre más típusú táplálkozás ajánlott. Beszéljünk egy picit a gyermekeknek a belső szabályozó rendszeréről. Hogyan működik ez a szabályozó rendszer az étkezésüket illetően? A kisgyermekeknél már létezik az a velük született ösztön, miszerint pontosan meg tudják határozni, hogy mennyit és mikor, mennyi táplálékot vegyenek magukhoz. Ez szinte irigylésre méltó, hogy mennyire tökéletesen működik ez a szabályozó rendszer. Ameddig mi el nem rontjuk ezt, tehát külső behatások miatt. És akkor itt gondolok arra, hogy a család étkezési szokásai, tehát ha például anya, apa nem reggelizik, akkor előbb-utóbb oda fog jutni a gyermek, hogy ő sem fog reggelizni, ki fogja hagyni. Vagy például azok a mondatok, hogy egyél meg mindent, ami a tányérodon van, addig nem állhatsz fel, vagy például az, hogy ne egyél többet, mert meg fogsz hízni, vagy nem látod, milyen kövér vagy, állj meg az evéssel, vagy még egy palatot anyának, másikat meg apának a kedvéért. Ezek mind-mind a gyermek éhség, jólakottság érzetét rombolják. És bizony nagyon komoly problémákhoz vezethet, mint például a szorongás, a depresszió, az önértékelési problémák, és nem utolsó sorban bizonyos táplálkozási zavarok is kialakulhatnak, amiket ugye nagyon nehéz utána helyre tenni, és befolyásolhatják az egész jövőnket. Ez a szabályozó rendszer meddig működik magától, és mikortól kezd a hatása lenni a szülőknek abban, ahogyan adnak enni a gyerekeiknek? Tehát, hogy meddig működik magától a szabályozó rendszer, és mikortól, ahogy nem tudom, hogy fejezem ki magam, melyik az a pont, amikor a szülők már beavatkoznak a táplálkozásba, és elromolhat ez a rendszer? Én gondolom, hogy olyan 2-3 éves kortól már ez teljesen felborulhat. Ebben azért ez a kor, az egy elég fiatal kor, még mindig a 2 éves kor, és azon gondolkodok, hogy ilyenkor mire tudnak odafigyelni a szülők, hogy hogyan adjanak enni a gyerekeiknek. Tehát amikor a gyerek nem éhes, akkor ne adjanak többet nekik? Vagy honnan jön rá, én nem vagyok egy szülő, és ezért megfordul a fejemben az a kérdés, hogy honnan jön rá egy szülő, hogy a 2 éves gyereke jól lakott már, az éhséget azt el tudom képzelni, hogy sír a baba, és hogy így jelzi, hogy éhes, de a jól lakottsági szintet hogy tudja felmérni egy szülő reálisan? Nagyon fontos, hogy rendszeresen kínáljuk a gyermekünket étellel, tehát legyen meg ugye a 3 főétkezés és a 2-3 kisétkezés, és a gyermek pontosan ott megáll, amikor ő jól lakott. Hogyha egy adott étkezésnél például már nem éhes, lehetséges, hogy az előtti étkezést egy kicsit több mennyiségű táplálékot vett fel. Nem kell megijedjünk, hanem szépen hagyni, hogy ő döntse el, hogy mennyi táplálékra van szüksége. Tehát én, mint szülő is nagyon sokszor az elején megijedtem, hogy na akkor most mi lesz ebből, hogyha nem eszi meg azt az ételt, de aztán hagytam, hogy ő döntse el, hogy mennyire van szüksége. És ez egy jó gyakorlat volt, tehát hogy visszaigazolt neked, hogy jobb, hogyha ő az, aki jelzi azt, hogy jól lakott, és nem pedig a szülő próbálja még jobban táplálni a gyerekét, hogy tudja biztosra, hogy egészséges. Igen, kategorikusan.
Beszéljünk a gyermekkori elhízásról. Melyek szoktak lenni a leggyakrabb okok erre? A leggyakrabb okok közé sorolnám a mozgásszegény életmódot. Ugye egy olyan digitális világban élünk, ahol nagyon nehéz rábírni a gyermeket arra, és ugyanúgy a kamaszt is, hogy bármiféle mozgásformát végezzen. Ugye elmegy az iskolába, elfárad, hazamegy délután, amikor a szülőnek sincs ideje arra, hogy még külön sportórákra vigye. Vannak olyan személyek, akik összesen annyi mozgással találkoznak egy hét alatt, amennyi tornaórájuk van, sajnos. Úgyhogy ez az egyik főbb probléma, annak ellenére, hogy a mozgás kultúra az első 10-12 évben már kialakul, ezért nagyon fontos lenne, hogy megtanítani őket sportolni. A másik ok, ami az elhízáshoz vezet, az a hiperkalorikus étrend. Tehát a gyermekeknél is igaz az, hogyha több kalóriát visznek be, mint amennyit elégetnek, akkor meghíznak, pont úgy, mint a szülőnél. Emellé még ugye hozzáadódik ritkábban a bizonyos gyógyszerek szedése a gyermekeknél, beleszületett betegségek, és nem utolsó sorban hormonális problémák, pajzsmirigy problémák. Említetted azt, hogy jó, hogy megtanítsák a gyerekeket sportolni, akár a szülők, akár edzők. Itt milyen sportokra gondolsz? Általában a fiúkat azt úgy képzelem el, hogy nagyon szeretnek focizni, úgyhogy ők biztos, hogy ilyen jellegű sportokban álmodoznak, hogy edzésekre járjanak, aztán a lányok meg egy másik világ, de hogy milyen jellegű sportokra gondoltál ebben a kontextusban? Én abszolút bármire. Én abszolút bármire, amit a család megenged magának. Elsősorban, amit a gyerek szeretne, én ezért ajánlom, hogy minél többféle sportágat megismertessen a szülő a gyermekkel, mert így akkor fel tudja mérni, hogy mégben érzi a legjobban magát, mégben teljesedik ki, mégket tudná több mint egy-két hétig ugye szívesen végezni. Abszolút a sétától, a szaladásig, a foci, az úszás, bármi. Tehát abszolút bármi, és a legjobb az, hogyha a szülő is a gyermekkel tart esetleg, tehát hogyha már semmire nincs időnk, akkor esetleg lefekvés előtt egy fél óra séta, az is sokkal többet segít, mint a semmi. Tehát vagy akár a család többi tagját is be lehet vonni ebbe a mozgásformába. Melyek lennének a következményei a gyermekkori elhízásnak? A következményei közé sorolnám ugye a kettes típusú cukorbetegséget, a diszlipidémiát, a magas vérnyomást, az ízületi problémákat, a magas koleszterin szintet, az asztmát, a fáradékonyságot, hormonális problémákat, pajzsmirigy problémákat, csökken a koncentráció képessége a gyermeknek, ami azt jelenti, hogy még a tanulás a róvására is mehet. Tehát ismétlem, hogy tudatában kell legyünk, hogy nem csak egy esztétikai problémáról beszélünk, hogyha a kövérségről beszélünk, hanem számos endokrinológiai anyagcsere és pszichoszociális a következménye lehet, ami befolyásolja úgy a gyermek a mentális, mint fizikai fejlődését is. Időben észre kell venni, amikor ugye feljöttek a plusz kilók, és tenni érte. Mert utána a szülő csak meg fogja bánni, hogyha nem tett a gyermek egészsége érdekében időhiány, vagy figyelemhiánya miatt. Említetted a pszichoszociális kríziseket, mondanám így, a gyerekek életében. Ezeket honnan ismerheti fel a szülő, hogy a gyermekénél az elhízás miatt egy ilyen krízis alakult ki?
Első körben, hogy ugye, ha társaik például negatívan élik meg azt, hogyha egy adott gyermek kövér, akkor ugye be fognak szólni neki. A gyermek, nem egyszer találkozok olyan gyermekkel, aki nem szeretne menni iskolába azért, mert a társai csúfolják. Vagy például romlik a tanulása az adott gyermeknek. Tehát ez azt jelenti, hogy a szülő nagyon jó kapcsolatban kell legyen a gyermekkel, és nagyon jól rá kell hangolódni a gyermekre, hogy ezt észre tudja venni. Mert nagyon sok esetben hallottam és megtörtént, hogy a gyermek úgymond betegnek vallotta magát, hogy nem érzi jól magát, és otthon szeretne maradni, és közben az volt a háttérben, hogy a társai csúfolják, és effektív szégyen menni az iskolába. Ezért még az is megtörténhet, hogy még jobban egy az evésbe torkolódik a dolog, és még jobban beleveti magát a táplálékokba. Az nyújt neki egy megnyugvást, egy lelki megnyugvást, hogy eszik és tovább eszik, bár lehet, hogy akaratából adódóan nem szeretne. Gondolom, hogy egy ilyen szituáció elég nehéz lehet a szülőnek, és szülő vagy te is, elmondtad az előbb, hogyan tud egy szülő egy ilyen helyzetet korrigálni, vagy mondtad, hogy szükséges a közeli kapcsolat a gyermekkel, de hogyan van, én is gondolok itt most különböző nevelési stílusokra, és arra, hogy a szülők rengeteg stresszel találkoznak nap, mint nap, és előfordul az is, hogy a gyermeket hibáztatják, hogy meghisztál, és a te hibád, mert túl sokat eszel. Tehát mi lenne a megfelelő megközelítése a szülőnek a gyermek irányába, annak érdekében, hogy valóban segítsen a gyermekén? Hát a szülő első körbe fel kell mérje azt, hogy és tudatába kell legyen annak, hogy soha nem egy gyermek hibája az, hogyha elhízott. Nagyon nagy úgymond szerepe van ebben magának a szülőnek. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen sarkalni kell a gyermeket a mozgásra és az egészséges táplálkozásra. És egy szülő nem kérheti, úgymond csokis kiflivel a kezébe a gyermekétől, hogy egyen egészséges ételeket. Ugye tudjuk, hogy nincsenek egészséges vagy egészségtelen ételek, de hogy könnyebben érthető legyen, így fogalmazom meg. Tehát nem kérheti azt, hogy egyen egy levest, egy másodikat, hogyha ő maga nem mutat példát neki. Az egy jó megközelítés, hogy fogyókúráztassa a gyermekét egy szülő? Drasztikus fogyókúrába soha nem szabad fogjon egy gyermek. Ugye sokkal jobb megelőzni, mint aztán kezelni, de hogyha már megtörtént a probléma, akkor úgy gondolom, hogy ha nem beszélünk nagy túlsúlyról, akkor ahogy a gyermek nő, úgy automatikusan vékonyodni is fog. Hogyha nagyobb túlsúlyról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy ugyanúgy kell kezelni egy kövér gyermeket, mint egy sovány gyermeket. Ugyanazok a szabályok érvényesek mind a két kategóriára, és ugyanúgy a szülőre is. Tehát be kell tartani a táplálékpiramis által felállított iránymutatót, miszerint sok zöldség, gyümölcs, gabonafélék, jó minőségű fehérjék, kevés zsírforrás, és a táplálékpiramis csúcsát a komfort ételek töltik ki, mint például az édességek, a fagylalt, az üdítőitalok, a sósropig, és még sorolhatnánk. Tehát azok az élelmiszerek, amelyeket nem napi szinten kéne fogyasztanunk. Fontos a rendszeres táplálkozás, tehát akkor itt értek 3 főétkezést és 2-3 kisétkezést, és fontos, hogy ne adjunk gyermekeinknek közötte más nasit. Hogyha egy gyermek plusz kilókkal rendelkezik, az minden esetben azt jelenti, hogy a táplálkozás és a mozgás hiányának az egyesülése történt meg? Vagy megtörténhet az is, hogy genetikailag a testalkata más?
Úgy gondolom, hogy a mozgás és a táplálkozásnak nagyon nagy szerepe van, de igen, nagyon-nagyon jó gondolat, hogy a öröklődés szinten is megvan az határozva, hogy ki milyen anyagcserével születik. Tehát sokszor láthatjuk azt például, hogy egy ugyanolyan testsúlyú és magasságú gyermek, két ugyanolyan testsúlyú és magasságú gyermek, az egyik fel annyit eszik, mint a másik, és mégis az egyik normál testsúlyú, a másik pedig elhízott. Tehát genetikailag nagyban meg vagyunk határozva, hogy mennyire vagyunk hízékonyak. Ellenben, hogyha egy kicsit rásegítünk megfelelő táplálkozással és mozgással, akkor pozitívan ezt befolyásolhatjuk egész nyugodtan. Visszatérnék ahhoz a gondolathoz, amikor azt mondtad, hogy étkezési zavarok is kialakulhatnak a gyermekek körében, vagy serdülők körében. Milyen étkezési zavarokra gondolsz? Elsősorban az étkezési zavar az azt jelenti, hogy egy adott személynek drasztikusan megváltozik az étkezési szokása, és akkor ez kapcsolódik úgy az étkezésnek a mennyiségével, mint a gyakoriságával, és magával az étele való kapcsolatával. A főbb étkezési, táplálkozási problémákat, táplálkozási zavarokat megemlíteném. Első körben az anorexia nervosa, ami azt jelenti, hogy az adott személy kórosan sovány, és kórosan fél az elhízás veszélyétől. Annak ellenére, hogy a nagyon alultáplált, mégis nagyon kövérnek látja magát, nagyon ritkán és kevés táplálékot vesz magához, amit elég gyakran követ egy tisztító periódus. Itt gondolok önhánytatásra, hashajtók, vízhajtók használatára, amit még esetekben fokoz egy nagyon erős testmozgás is. Tehát napi szinten úgymond minél több kalóriától meg szeretné vonni a szervezetét. Itt a szülő ezt könnyebben észre tudja venni az anorexiát, mivel látja, hogy a gyermeke nagyon alul táplált, tehát fel tud figyelni erre. A végtagjaik ugye kicsit elszíneződhetnek, hajhullás, tehát sok jel utalhat arra, hogy problémák vannak a gyerekkel, és ugye visszautasítja magát az étkezést, vagy egyes élelmiszereknek a magához vételét. És itt fel kell figyelni arra is, hogy esetleg a környezetében vajon nincsen más a személy a baráti körben, az iskolában, aki ilyen életmódot sugalt volna neki. Tehát az anorexia az kialakulhat abból, hogy valaki befolyásolta a gyereket, de kialakulhat más okokból is, tehát azon kívül, hogy mondjuk egy barát vagy barátnő így él és táplálkozik. Hogy miért gondolkodnak másképpen az anorexiások? Az anorexia nagyon sokféleképpen, sokféle dolog miatt kialakulhat. Elég, hogyha az édesanyja például egyfolytában ostorozza magát, hogy nagyon kövér, hogy sokat cellulitisze a gyermek, a szülőt tökéletesnek látja. Ha kövér, ha sovány, neki az a tökéletesség. Ha azt látja, hogy a neki számára nagyon fontos és tökéletesnek látott személy nincs megelégedve magával, akkor bizony önértékelési gondjai lehetnek, amiből kialakulhat a táplálkozási zavar. Vagy például kialakulhat egy táplálkozási zavar egy nagyon rossz fogyókúrából, egy drasztikus fogyókúrából. Elveszti a súlykot, és nem tudja, hogy hol kell megállni. Ez a veszély, az anorexia veszély inkább a serdülőket érinti? Vagy akár a kisebb korosztályú gyermekeket is? Sajnos most már a kisebb korosztályú személyeket is érinti, nem csak a kamaszokat. Ez azért elég komoly dolog.
Milyen más táplálkozási, étkezési zavarok jelenhetnek meg a gyermekek vagy a serdülők életében? Ezen felül megemlíteni még a bulimia nervózát és a falásrohamot. A bulimia nervózánál a kényszeres evés a jellemző, amit ugyanígy a rendszeresen a öntisztítás követ. Az anorexiával ellentétben ezek a személyek általában normál testsúlyúak, vagy akár túlsúlyosak is, hogyha több kalóriát visznek be a szervezetükbe, mint amennyit elégetnek. A bulimiát sokkal nehezebben veszi észre a szülő a gyermekén, mint az anorexiát. Első körben a fogorvos láthatja ezt, mivel a fogzománc elkezd romlani, és ugye ezáltal a fogak is elkezdenek romlani. A falásrohamot, hogyha említjük, akkor az bulimiával ellentétben itt általában a személyek jóval túlsúlyosabbak, elhízottabbak, mivel ezt már nem követi semmiféle tisztítási periódus. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű ételt vesznek magukhoz, és általában itt ilyen komfortételekre gondoljunk, mint édességek, nagyon kalóriadús dolgok. Ezért is nagyon fontos, hogy például a szülő soha ne jutalmazza a gyermeket például étellel. Ne az legyen, hogy például, hogyha jó jegyet hoz haza, akkor ad neki egy csokit vagy cukorkát. Annak ellenére, hogy ez egy nagyon könnyű jutalmazási lehetőség a szülőnek, próbáljon egy kicsit kreatív lenni. Akár egy kirándulás, együttöltött percek, abszolút bármi, ami más, ami a gyermeknek pozitív, ami a gyermekre pozitívan hathat. Hogyan lehet a gyermekeket segíteni az egészséges étkezésben? Amikor csecsemők, nyilván, hogy a szülők azok, akik egy irányt adnak a gyermekek étkezésének, de utána, ahogy növekednek, hogyan tudják segíteni őket, hogy ugyanazokat a jó döntéseket hozzák meg alkalomról alkalomra, és ahogy növekednek, és felnőtté válnak, továbbra is egészséges szokásukat, étkezési szokásukat tartsanak meg, vagy alakítsanak ki. Fontosnak találom, hogy vonjuk be a gyermekeinket a vásárlásba. Tehát én azt gondolom, hogy onnantól kezdődik minden. Megtervezzük szépen előre a heti, hogy mit szeretnénk főzni, mit szeretnénk kínálni a gyermekünknek, és elmegyünk vásárolni. Azzal, hogy a gyermekünk velünk jön, megmutathatjuk neki, hogy azon az adott terméken mit is kell nézni, a szavatosságát, az összetevők listájánál, mik a fontosak, milyen élelmiszerekből kell napi szinten fogyasztani, melyekből ugye ritkábban. Fontos ugye, hogy a gyermek ne legyen éhes, amikor a bevásárlás történik, mert akkor lehet, hogy tele lesz a kosarunk olyan élelmiszerekkel, amit kevésbé szeretnénk, hogy ott szerepeljenek. A második körben nagyon fontosnak találom, hogy magába a főzésbe és az étel elkészítésébe is bevonjuk a gyermekeinket. Így amellett, hogy elsajátíthatnak egy alapfőzési tudást, beleszólhatnak magába az ételnek az ízvilágába is, és lehet, hogy sokkal jobb kedvel meg fogják azt enni, el fogják fogyasztani. Pontosnak találom, hogy kínáljunk nekik zöldségekben, gyümölcsökben gazdag ételeket. Ugye fontos, hogy maguk a táplálékok, amiket eléjük tárunk, tápanyagban, a vitaminokban, ásványi anyagokban gazdagok legyenek, tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos időt fektetni a jó minőségű alapanyagok, a szezonális gyümölcsök, zöldségek beszerzésére, mert abból egy sokkal minőségűbb ételt tudunk ugye
elkészíteni, mint hogyha csak megrendelünk valamit a vendéglőből. És ugye a kalóriatartalmát is sokkal jobban tudjuk szabályozni, mert nem ugyanaz egy a tejfeles, lisztes levesnek, amit a vendéglőből veszünk, amit azért csinálnak úgy, hogy minél többször megrendeljük, vagy hogyha például fogyásról van szó, és a gyermekünket szeretnénk egy kicsit a normáltásúra hozni, akkor egy joghurttal helyettesítjük azt a tejfelt, vagy kevesebb lisztet teszünk abba a levesbe, rántásmentesen készítjük el. Itt még kitérnék erre egy kérdésre, hogy jó az, hogyha ezeket a félkész és kész termékeket is kiiktatjuk a táplálkozásból, és most nem feltétlenül az éttermi ételekre gondolok, hanem például a fagyasztott dolgokra, azokra, amik már elő vannak készítve, csak épp fel kell melegíteni őket, vagy ki kell fagyasztani őket, vagy meg kell sütni őket. Ezek mennyire egészségesek a gyerekekre nézve? Az a véleményem, hogy ezt minél ritkábban kéne ugye eléjük a tárjuk, mivel egyáltalán nem egészségesek, és ez ugyancsak abba a kategóriába tartozik bele, amit, ahogy mondtam, a táplálékpiramis csúcsán, hogy minél ritkábban. Ezek általában ilyen prézlibe burkolt dolgok, vagy ugye tele vannak tartósítószerekkel, tehát inkább próbáljuk minél nagyobb mértékben elkerülni őket. És a nyers étel és főtt étel arányát hogy lehet megszabni? Kezdhetjük így a gyermekkortól, a babakortól nézve, és felhaladhatunk akár a serdülőkorig, hogyha van egy ilyen, nem tudom, beiktatási szabály. Én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy már a kis gyermek is ehet a nyers zöldségeket minden nap, érdemes megszoktatni őket, hogy azokat kell fogyasztani. Nagyon sokszor hallok a pacienseimtől olyat, hogy télen akkor nem esznek nyers zöldségeket, vagy a gyerekeik sem esznek nyers zöldségeket, akkor nem várhatjuk el tőlük, hogy akkor nyáron szeressék. Tehát ott vannak a gyökérzöldségek és más zöldségek, amiket ugyanúgy télen is oda lehet adni nekik. Úgy főtt zöldségekre, mint nyers zöldségekre napi szinten szükségünk van. Tehát figyeljünk erre, hogy például reggelihez, vacsorához sokkal könnyedebben beteszünk egy nyers zöldséget, míg ebédhez általában a főtteket, az mondjuk egy otthoni nap. Amikor az iskolába mennek, akkor lehet, hogy pont fordítva könnyebben el tudnak vinni nyers zöldséget, ugye az ebédidőre, az uzsonára, mint a vacsorára, és akkor oda próbáljuk meg beilleszteni a párolt zöldségeket, a zöldségfasírtokat, és nagyon sokfajta képen ugye el lehet készíteni. Egy szülő mindig kövesse azt, hogy a gyermeke mit evett. Mi gondolom, hogy soha nem veheti le a kezét arról, és mindig csak stimulálni kell a gyermekeket arra, hogy egészségtudatosan táplálkozzanak. Nincs egy meghatározott kor, hogy na most már nem kell odafigyelni. Melyek szoktak azok a tanácsaid lenni, amelyeket a leggyakrabban elmondasz a pácienseid körében? Legyenek ők gyermekek, vagy szülők, vagy kamaszok? Hát először is megnézem, hogy milyen problémával jönnek el hozzám, és mi az, amit úgy gondolok, hogy mi az, amiben én segíthetnék. És annak függvényében ugye nézzük meg a tanácsadási kérdéseket, és hogy miben segíthetek.
De mindenképpen szoktam tanácsolni a gyerekeknek és kamaszoknak, hogy semmiképpen ne monitor előtt egyék meg az ételüket, ne akkor táplálkozzanak, telefon, televízió, semmiképpen ne szerepeljen az étkezésük során, mert nagyon elvonja a figyelmet magáról az evésről, és nagyon sok kutatás kimutatta, hogy sokkal nagyobb eséllyel meghíznak azok a személyek. Ugyancsak nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a reggelinek nagyon nagy szerepe van, és anélkül ne engedjük el iskolába a gyermeket. Ugye óvodában szerencsénk van, mert általában az óvoda biztosít legalább 3-4 étkezést a gyermeknek, tehát reggeli, 10 órai, ebéd és uzsonna, de már iskolás korban ez nem történik meg. A gyermeknek a nap első felében van a legnagyobb szüksége az energiára. Hogyha kimarad a reggeli, például otthon, akkor lehet, hogy az első, második szünetben nem ér rá a gyermek arra, hogy megegye, más dolgokkal van elfoglalva, már a koncentráció képessége csökken, már nem akkora lesz a teljesítménye. Abban az esetben, hogyha oda csomagoljuk nekik az uzsonnát, vagy hogyha reggelire odafigyelünk, hogy a jó minőségű táplálék legyen, akkor elkerülhetjük az elhízás veszélyeit is. Ugye, akik nem reggeliznek, sokkal nagyobb eséllyel a nap többi részében fogyasztanak édességet, kutatások kimutatták, és az pedig ahhoz vezet, hogy el fognak hízni. Mit érdemes a gyermekeknek iskolába pakolni, ami tápláló legyen számukra? Abban az esetben, hogyha egy jót reggeliztek, tehát miben gondolkodhatnak a szülők? Itt most az én gyermekkoromból indulok ki, hogy mi mindig szendvicset ettünk, de hogy jó ez, hogy mindig azt tegyünk? Vagy hogyan lehetne felépíteni egy iskolásnak az étrendjét, hogy az megfelelően tápláló legyen? Hát mindenképpen meg kell nézni az is, hogy mit reggelizett előtte, de a szendvics az egy nagyon-nagyon jó megoldásnak tűnik. Lehet azt egy teljes értékű gabonaféléből azt a kenyeret kiválasztani, vagy lehet például ilyen torti alap, ami nagyon fancy, és a gyerekek körében nagyon szeretett, amiben érdemes rostokat tenni, tehát zöldségeket, zöldségekkel megtömni, úgy a szendvicset, mint a tortillalapot, fehérje forrást, tehát akkor itt értem azt, hogy lehet egy csirke mellett lehet benne elkészíteni, és aztán szépen szeletekre vágni, vagy például a sajtféléket, túróféléket. A hideg felvágottat nem igazán sorolod ide. Hideg felvágottat is lehet nyugodtan fogyasztani, csak meg kell nézni, hogy a hústartalma minél nagyobb legyen, és azért nem minden nap felvágottakat tenni a gyermek szendvicsébe. Lehet akár például egy egészséges süteményt készíteni, mellé egy joghurttal, ez is egy kitűnő uzsonna, hogy 10 órai lehet a gyermek számára. Kötelező legalább egy gyümölcsöt tenni a gyermeknek, esetekben magvakat is tehetünk, aszalt gyümölcsöket, ezek mind-mind gyorsan energiát adnak, nagyon rövid idő alatt el lehet fogyasztani, és esztétikusak is. Tetsző a szemnek. Tetsző a szemnek, nekik. És nem szégyellik elővenni, mert nagyon sok esetben hallok olyat, hogy a gyermek nem veszi elő az otthonról csomagolt ételét, mert a többiek kikacagták, csúfolták. Ez is egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos szempont. Lehet egy humuszos kenyeret készíteni, ugye a hüvelyeseket is előszeretettel ajánlom a gyermekek étkezésébe, és a szülők nagyon sokszor megfeledkeznek róla. Itt gondolok a csicseri borsóra, a borsóra, a passzújra, a lencsére. Nagyon jó krémeket lehet készíteni belőlük, amelyek nagyon jó fehérjeforrások is. Legyünk nagyon kreatívak. Az internet nagyon sok
mindent nyújthat számunkra, nagyon sok recepteket. A dietetikusok oldalán is érdemes szétnézni, mert nagyon jó recepteket tudnak nekünk ajánlani. Legyünk nyitottak egy anyának, úgy gondolom, hogy és az apáknak is, miért ne, nagyon kreatívaknak kell lenniük a konyhában. Most már ugye elkezdtünk követni egy napot egy serdülő életében, egy iskolás életében, és meghatároztad azt, hogy jó, hogy legyen egy reggeliük a gyerekeknek is, de az iskolásoknak főleg. Aztán legyen egy szendvics, egy gyümölcsel, vagy egy süteménnyel, egy finomsággal összepárosítva. Milyen étkezések követik ezeket? Ezt követi az ebéd, ami például nagyon sok esetben nem otthon történik, vagy kimarad. Nagyon sok esetben a gyerekeknél kimarad, mert 3-ig ott ülnek az iskolában, és akkor 4-5, amíg hazaérnek, nagyon fáradtan és nagyon-nagyon éhesen. Ezért vannak, akik már túleszik magukat, mert már annyira ki vannak éhezve, hogy túlságosan nagy mennyiséget jutatnak be egyszer a szervezetükbe. Ezért ajánlanám, hogy mindenképpen oda még kell vinni valamit a gyermekeknek. Olyan 1 óra fele úgy gondolom, hogy mindenképpen kéne egyenek, mert hogyha esznek otthon olyan 6-7 fele, utána olyan 10 óra fele, 3 óránként mindenképpen érdemes valamit enni. Lehet egy zöldségfasírtót egy rizsfélével és savanyúsággal, amit könnyedén egy dobozkába el lehet vinni, vagy ugyancsak még egy szendvicset be lehet oda tenni, vagy egy egészséges saormát, amiről beszéltünk az előbb. De mindenképpen úgy fehérjében, szénhidrátban és rostokban gazdag kell legyen ugyancsak az étkezés. És hogyha lehetőségünk van, hogy azt otthon fogyasszuk el, akkor mindenképpen ajánlom, hogy napi szinten szerepeljenek a levesek a gyermekek étkezésében, hiszen segíti az emésztésüket is, és nagyon sok olyan gyermekkel, serdülővel találkozok, akiknek már ez nem működik jól. Szorulásra gondolok például, székrekedésre. Nem isznak elég folyadékot, nem visznek be elég zöldséget, gyümölcsöt, amelyek szintén nagyon nagy víz mennyiséggel rendelkeznek, és leveseket is kerülik. Úgy gondolom, hogy a szülőnek néha meg kell húzni a határt, hogy meddig engedi azt meg a gyermeknek, hogy ő válassza ki teljes mértékben az ételt. Tehát nem lehet, hogy csak laskát laskával, vagy csak sajtos laskát, amit látok nagyon sok esetben, hanem ugye hozzá kell néha csempészni egy kis zöldséget is, egy kis húst is. A laskát is például el lehet készíteni, vagy meg lehet vásárolni egy hüvelyesből készült laskát. Nagyon sok variáns van már erre. Ugyanígy például egy laskát is nagyon könnyen el tudunk vinni az iskolába, amire, hogyha csak egy kis olívaolajat teszünk, és egy kis sajtot és nyers zöldségeket, akkor hidegen is meg lehet enni, nem kell felmelegíteni azt. Hogyha ebédidőben nem sikerül levest tenniük a gyerekeknek, azért mert iskolában vannak, nehezebb pakolni iskolába a levest, akkor bepotolhatják ezt a vacsoránál? Természetesen igen, bepótolhatják a vacsoránál, vagy bepótolhatják az uzsonánál is, amikor hazaérnek, mert ugye abban a 10 percben, amennyi szünetük van, nincs idejük elfogyasztani egy nagyobb mennyiségű ételt, lehet, hogy csak egy pár falással tudnak megenni. Nagyon sok iskola biztosít a gyermekek számára ugye ételt, de nagyon sokan arról panaszkodnak, hogy effektív nem érnek oda az étkezési helyre, és nem jut idejük megenni az alatt a 10 perc alatt. Tehát így már nem is veszik igénybe, sajnos. Tehát itt egy kicsit nagyon jól át kéne gondolni, hogy ugye a felnőtteknek van ebédszünetük, a gyermekeknek nincs. És kellene legyen. És kellene legyen.
Van-e olyan gondolat vagy tanács, ami esetleg kimaradt, és érdemes lenne elmondani így a beszélgetés végén, megemlítést tenni róla? Vagy hogyha nincs, akkor mivel már a beszélgetésünk vége fele tartunk, egy néhány perc maradt ebből, akkor azt is lehet, hogy a nagyon-nagyon fontos gondolatokat újból elmondani, hogy rögzüljenek a szülők a gyermekek gondolataiban, fejében. A gyermekek optimális növekedéséhez elengedhetetlen ugye az egészséges táplálkozás és a megfelelő mozgás. Nagyon fontos, hogy mi szülők példaképei legyünk a gyermekünknek. Nagyon fontos az, hogy mi magunk hogyan táplálkozunk, mert ez lesz nekik a természetes majd a jövőben is. Fontosnak találom, hogy ugye betartsuk az okos tányér és a táplálék piramis által indikált szabályokat. Nem szükséges dietetikusnak lenni ahhoz, hogy a gyermek számára biztosítani tudjunk egy kiegyensúlyozott, egészséges, harmonikus táplálkozást, csak azért mégis kicsit felvilágosultak kell legyünk, hogy ugye milyen ételcsoportokat kell napi szinten bejuttatni, tehát minél többet olvasunk és informálódjunk jól dokumentált a helyekről. Fontosnak találom ugye, hogy a szavainknak nagyon nagy súlya van, tehát mindenképpen a gyermekünk fejlődésében ez nagy szerepet játszik, tehát soha ne kritizáljuk önmagunkat gyermekeink előtt, mert ezek ugye táplálkozási zavarokhoz és önértékelési problémákhoz juttathatják a gyermeket. Fontosnak találom, hogy vonjuk be az ételek elkészítésébe. Például, hogyha egy adott élelmiszert nem szeret a gyermek, akkor ne adjuk fel. Sorozatosan többfajta formába fel lehet kínálni nekik, tehát itt értem azt, hogy egy brokkolit nem csak főve lehet, hanem egy brokkoli fasírtnak, egy brokkoli krémlevesnek, egy brokkoli pástétomnak soha nem szabad feladni. És hogyha például látjuk, hogy nem szereti, akkor mielőtt teljesen kivennénk az étlapról, érdemes fél évente visszatekinteni és újra próbálkozni az adott élelmiszerrel. Ne tiltsunk nekik semmit, csak korlátozzunk, tanítsuk meg őket megfelelő mennyiségben fogyasztani az adott élelmiszert, tehát soha nem ajánlom azt, hogy akkor, ha valamit nagyon kíván a gyermek, akkor azt nem. Ne vegyük meg neki, hanem igenis engedjük meg, csak nem minden nap, és tanítsuk meg, hogy a ritkán, mértékletesen bármit be lehet iktatni az étrendbe. Ellenkező esetben, hogyha mi ugye teljesen tiltjuk a cukrot, a mindent, akkor ahogy egy kicsit lehetőségük lesz rá, és úgymond saját maguk dönthetik el, hogy mit vegyenek, rögtön ezekhez fognak fordulni. Természetesen. De meg kell húzzuk a határokat, és akkor csak elmesélnék egy történetet, ami a múlt héten történt, hogy egy anyuka felkeresett a dietetika tanácsadásért, és hozta a 2 éves és 1 hónapos gyermekét magával, mert nem volt kivel hagyja. A konzultáció alatt a gyermek majdnem egy 1/4 liternyi kólát ivott meg. Amikor megkérdeztem az édesanyját, hogy milyen gyakorisággal engedi meg a gyermeknek, hogy ilyen üdítőitalokat fogyasszon, az volt a válasz, hogy amikor megkívánja. Tehát muszáj meghúzzuk a határokat. A szülő dönti el azt, hogy milyen ételeket kínál fel a gyermeknek az asztalnál. Fontos, hogy rendszeresen kínálja őket. Fontos, hogy jó hangulatot teremtsen a gyermekeknek az étkezés alatt. Ellenben a gyermek dönti el azt, hogy mit akar enni azokból az ételekből, ami fel van kínálva neki. Mikor jön el a jólakottság érzete,
Tehát fontosnak találom, hogy ne unszoljuk, hogy akkor még egy falatot egyen, amikor ő már érzi, hogy jól lakott. Nagyon szépen köszönöm, Karola, ezt a sok jó tanácsot, amit megfogalmaztál ma a beszélgetés során. Örülök, hogy többet megtudhattunk ma is arról, hogy hogyan kell a gyerekek és a serdülők, a fiatalok táplálkozzanak, és hogy hogyan tudnak így, és a mozgás segítségével egy szép testalkatot megtartsanak, és egészségesen éljenek. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon nagy szeretettel még visszavárlak ide a stúdióba, hogy segítsél még bennünket, és még tanácsoljál a dietetika és táplálkozás terén. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, hallgatóink, a beszélgetésünk végére jutottunk, és valóban egy tartalmas beszélgetésünknek voltunk a részesei. Szilágyi Karola dietetikus és táplálkozási szakértő volt a stúdióban, aki segített megérteni, hogy hogyan kell a gyermekeket segíteni a táplálkozásban, és több mindent elmondott. Én azt kívánom, hogy mindenki azt a konklúziót vonja le magának, ami a legjobban az előnyére jön és szolgál, és azt kívánom, hogy mindannyian egészségesek legyünk a táplálkozásunk során. Köszönöm, hogy velünk tartottak, minden jót, a viszontlátásra!